Sziasztok, Enek! Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel, és mindenkinek boldog Halloween szeretnék kívánni. Igen, idén is kisminkelem magamat. Ahogy látjátok rajtam, várjatok, már most ilyen beautysan kéne. Szóval ahogy látjátok rajtam, én nem annyira örülök ennek az egésznek, mint ti. Hogyha örültek ennek a videónak, akkor már most mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Na de az idei sminkem nem lesz más, mint a horror menyasszony. Szerintem inkább ne kérdezzétek. Jaj, hogy fogok kinézni? Kíváncsi lennék, hogy rajtam kívül van-e olyan fiú, aki megvásárolta ezt a sminkészletet magának, bár egy őszintén szólva én kötve hiszem, azt sajnálom amúgy, hogy nem adtak hozzá ilyen paraparókát, így pedig paróka nélküli horror menyasszony leszek, de helyette van nekünk csillámporunk, művérünk, sminkünk, szivacsunk, ilyen kihúzónk, meg minden, illetve ilyen hatalmas nagy tutoriálunk is, hogy mégis hogyan kell elkészíteni ezt a sminket. Először egy ilyen laza, fehér alapozós témát kell felvinnünk, utána pedig a szememet körbe kell festenem feketével, majd jöhet a csillámpor, meg művér. De inkább szerintem nem is gondolok bele, hogy milyen lesz ez, ugyanis akkor csak rosszabb lesz. Az megvan, hogy ki sem bontottam, és már most csillámporos vagyok. Hát mi lesz itt később? Szét van nekünk törve, vagy miért folyat? Szerintem ez nagyon nem normális, meg az sem, hogy a szivacsunk is már full csillámporos. Na de ki is veszem akkor a többi cuccosunkat. Egyébként Beauty Robert rettentően felkészült, ahogy látjátok. Itt is van a kis sminktükröm, hoztam zsepiket is, meg is fordítom, és folyamatosan majd nézni fogom itt a tutoriált, hogy mégis mikor mit kell csinálnom. Na ezzel tudod, hogy meg fog gyűlni a bajom. És nem, hát rutinos vagyok, hogy levettem a tetejét? Félre is dobjuk, erre nem lesz szükségünk. Na de, most fehérrel be kéne alapozóznunk itt az arcomat, illetve még itt a szemem körül is, csak léci ne menjen a szemembe. Ez egyébként alapozó? Nem hinném, hanem ilyen sima smink. Jó, összpontosítsunk, és akkor bizony nagyon is jó lesz minden, még mindig amúgy ez a brutálisan zörgős asztalon van itt. Vannak dolgok, amik egyáltalán nem változnak. Hogyan csinálta a Csajci azt, hogy neki nem ilyen erőteljesen volt fehér a kis sminkje, nekem pedig nagyon az. Ráadásul amúgy ide nem is kellett volna tennem. De nem baj, majd a művérrel megoldjuk. Hát Beauty Robert, vágjál itt a dolgokat. Nem most csinálok ilyet először, hanem már kb. Harmadjára csapatom itt a hatalmas nagy Halloween sminkeket. Csak léci, ne menjen a szemembe. El kell dolgozni így lentebb, és akkor bizony sokkal lájtosabb lesz. Aha, rendes fáj amúgy, ahogy ezzel a szivacsal dörzsölöm az arcomat. Tudja, hogy sokkal finomabban kéne, de úgy nem ennyire hatásos. Szóval így fogom folytatni. Jöjjön is akkor a másik szemem alatti rész. De mindenhol már csillámos vagyok. Remélem, hogy a csillámokat könnyen le lehet szedni az emberről, és nem fogok még csillogni itt egy hét után is. Nehéz lesz majd azt kimagyaráznom, tudjátok. Az orromra egyáltalán nem kellett volna vinnem ilyen brutálisan durván, ugye? De erre a részre kellett volna, de erre a részre pedig egyáltalán nem, de nem baj, majd ezt is szépen finoman eldolgozzuk, mondjuk így. Hát tisztára beauty videósnak érzem magamat, és jaj, de jó, hogy a szivacsnak ezen részén volt kb. Az összes csillámpor, és most brutálisan csillog az orrom. De amúgy nem is néz ki rosszul. A fekete sminkünkkel pedig itt beljebb kéne kifesteni a szememet, ráadásul még a szemöldököm alatt is. Na ezek az életveszélyes mutatványok. Nagyon, de nagyon nem kéne ezt a cuccost a szemembe juttatni, szóval be is csuktam a szememet. Na, ahogy nézek ki? Mint valami fogyatékos bohóc.
Jöjjön is akkor a másik szemem alatti rész. Fú, de nehéz lesz ezt lemosni is. Én már egyből gondolok a jövőre is, ugyanis annyit szívtam már az ilyen sminkekkel. Jól van. Hát nem azt mondom, hogy brutálisan jól néz ki, de több, mint amit vártam magamtól, és ez a lényeg. Na, ijesztő mennyasszony vagyok már? Egyébként azért ezt a sminket választottam, ugyanis a leges legtöbbet már kipróbáltuk, és eléggé szűkös a sminkkínálat. De amúgy ahogy nézem, a kettő oldalam nem túl szimmetrikus. De ilyen apróságokkal inkább ne foglalkozzunk, a komment szekcióban, majd amikor elkészült a végeredmény, mindenféleképpen írjátok le nekem, hogy 10-es skálán hány pontot adnátok erre a mesterműre, amelyet itt alkotok, de milyen kis beauty-s mozdulatokat vetek be ám én itt. Most egyébként már a harmadik lépésünk fog következni az ötből, amely a piros sminkünk, illetve a művérünk. És a leges legvégén jön a csillámpor. De nem már, hogy a számat is ki kell húznom pirossal. Nem akarom én ezt. De vajon a művérrel, vagy pedig ezzel? Hát próbálkozzunk meg mindkettővel. Ugyanis mi veszíteni valónk lehetne? Aha, és akkor most az a taktika, hogy a fekete sminkrész mentén pirossal is ki kell festeni, és majd le kell csurgatni itt a művért. Jól van, bízzátok ide. Hát egyre hülyébben érzem magamat. Most megpróbálom a számat kifesteni ezzel a cuccal. Most akkor csücsörítenem kéne, ugye? Léci, ezeket ne klippeljétek ki, köszönöm. Teljesen átszellemű Beauty Robert. És kirúzsozza magát ezzel. Amúgy nem is áll rosszul a számon ez a piros szín. Mi komoly nő lennék. Jaj, nem már, még a fogamra is mentek. Jaj, de szuper. Úgy kicsikét amúgy itt is megcsúszott, de tényleg ilyenekkel ne foglalkozzunk. Ez így lesz esztétikus. Hát érzitek a gyengétséget, illetve a művészetet a sminkemben? Én nagyon is érzem, szóval menjenek kicsikét. Még feljebb is a bajuszomra, és mi parán néz ki a bajszom, ahogy ki van pirossal sminkelve. Na de, jöjjön akkor a másik szemünk, és akkor, ja várjatok, rosszul csináltam, lejjebb kellett volna, hát elrontam a végén. Már hogyha ezen lehet még valamit elrontani, lejjebb kell ezt csinálni, majd egy kicsikét a pirossal fogjuk ám még ezt korrigálni. Jaj, úgy nézek ki, mint az ilyen nagyon durván szétsminkelt nagyik a buszokon. Na várjatok, ide még ragok egy kicsike feketét, és akkor az hát, ha el fogja fedni a pirosat. Hát valamilyen szinten elfedte, de brutálisan vastag sminkréteg van már az arcomon. Meg is vagyunk akkor nagyjából a harmadik lépéssel, szóval jöjjön is akkor a negyedik, amely a kedvencem lesz, ugyanis pörög is ám itt a művér, mert előre figyelmesen bekészítek egy zsepit, ugyanis szerintem nagyon is szükségünk lesz rá. Fúj, véletlenül az előbb megnyaltam a számat, és lenyaltam róla valamilyen szinten a sminket. Brutálisan rossz íze van, remélem, hogy nem mérgező. Na de pörögjön is a művér. Le kell folyatnunk egy kicsikét a szánk szélén. Jó. Ezt már hagyjuk így folyni, hogy természetes legyen. Mivel mi ilyen természetes szépségek vagyunk, ugye? Hát persze, most pedig akkor ide is rakok egy keveset. Jaj, de hideg! Jó, hát ide nem keveset raktam. Á, valami csípi a szememet! Pedig oda tudja, hogy nem ment, jó? Kedves vérecske, léci, folyjál lefele, jó? Az már ott alakul. Na de, rakok én erre az oldalára is, oké.
olyan állaga van ennek a cuccnak, mint a takonynak. Fúj, de undorító. Fogok egy kis zsepit, és akkor elkezdem szépen így elkenni. Hát ettől szerintem csak rosszabb lett. Ez amúgy megköt az arcon. És akkor ilyen alvatvér állaga lesz? Mert szerintem bőven benne van, mert itt a jobb oldalamon egy brutálisan nagy vércsepp van, és szerintem, hogyha ez megköt, jól fog valamilyen szinten kinézni. Nem azt mondom, hogy ez lesz a kedvenc halloweeni sminkem, de én minden tőlem telhetőt megteszek, és ez a lényeg. Fú, de idegesítő, hogy ez az arcomon van. Rendes már, kezd frusztrálni. Na de még ide kéne tennünk művért, de itt már tényleg nagyon finoman bánok vele, nehogy a végén belefolyjon a szemembe, ugyanis ez nem lenne valami kellemes. Hát, ettől csak rosszabb lett, és olyan, mintha egy kisgyerek játszott volna a ketchuppal, és összeketchupozta volna az arcát, de ez az oldal nem lett rossz, hát nézzétek már meg! Nem azt mondom, hogy annyira nagyon élethű, de ehhez az oldalhoz képest ég és föld. A végén majd még tetszeni is fog nekem, és tudjátok, kimegyek így az utcára. Egy mennyasszony ruhában. Elbírnátok úgy képzelni? Jaj, hogy nézek ki? Ezért nem akartam én ezt. Tudtam, hogy valami hasonló lesz. Nyomok egy kis vérfolyást ide, meg mondjuk még ide is. Hoppá, hoppá, csak így érzéssel, meg így ide is. Jó. Nagyon jó. Jöjjön is akkor ennek örömére a csillámporunk, ezt így kell kinyitni? Aha, így kell kinyitni, jól van. Most nézem, hogy ezt a cuccosunkat nem is használtam. Hát tudod, hogy a csillámpornak van, bízzátok csak ide. Aha, hogy rá se tapad eléggé. Hát mindenfele ment ez a csillámpor, csak nem az arcomra. Ezt fogom szerintem a legeslegjobban megbánni. Sőt, nem is ilyen céleszközökkel kell ezt csinálni, hanem a kis ujjammal. Úgy lesz ám az igazi, és az előbb majdnem telibe. Az orromba nyomtam, de szerencsére nem ment oda, jó. Túlságosan sokat használok, van egy olyan érzésem. De ne, hát elrontom a művéres részemet. Jó, menjen még mondjuk ide. Sőt, a lányok az orruk hegyére szoktak rakni csillámport. Na, hát benne vagyok ám én ebben. Egy kis véres csillámpor van az orrom hegyén. Hát erről van szó. Na de én amondó vagyok, hogy ne is toljuk túl ezt az egészet. Érzitek ti is azt, amit én? Szerintem teljesen készen vagyunk, és ennyi is lett volna ez a sminkünk. Gyertek is közelebb hozzám, és megmutatom, hogy mégis hogyan sikerült. A komment szekcióba jöhet, hogy ti erre hány pontot adnátok 10-es skálán. Én azt mondanám, hogy olyan 7-es, 8-as, de azért lehetséges, hogy elég elfogult vagyok magammal. Ti is legyetek velem kegyesek, kérlek, de a csillámpor az orrom hegyén hatalmasat megy. Na de ennyi is lett volna ez a videónk. Ki a legeslegparább horror menyasszony? Hát persze, hogy én. Ezzel leállok, és soha többet nem fogom ezt csinálni, hogyha bejött nektek ez az egész, akkor, és miközben tapsolok, rendes, hullik össze-vissza a csillámpor, szóval, hogyha bejött nektek ez az egész, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot erre a videóra, én most megyek, és lemosom ezt, majd hamarosan találkozunk egy újabb videóban, addig is jók legyetek, szevasztok!